Na kérem szépen, sokat nem váratott magára, hogy rögtön egy világbajnokot köszönhessünk a színpadon, hiszen Jelek Lászen bizony világbajnok, igaz, nem a PDC-nél, hanem a BDO-nál nyert még 22 évesen 2006-ban VB-t, de a PDC világbajnokságon is eljutott már a legjobb négyig, méghozzá 2016-ban, ami nem is volt annyira régen, és éppen ennek köszönhetően azért szerepelt már például a Premier League-ben is. Idén, illetve az elmúlt években olyan kiemelkedő eredménye nincsen, bár a UK Open-en eljutott a negyedik fordulóig ebben az évben, és lehet látni, 500-szoros pénzt fizetnek arra, hogyha esetleg ő nyeri meg a világbajnokságot, ami alaposan megcsapanna, hogyha mondjuk ma tudna kettő mérkőzést nyerni, mert az azt jelenteni, hogy egyrészt túljut Burnessen, másrészt megveri a címvédő Michael van Gervent is, ezért is az 500-szoros pénz, és valószínűleg sokat fogunk, meg Laciék is sokat fognak majd beszélni az odds-okról, és rögtön jön egy kérdés, hogy benne lehet-e az a pakliba, hogy Dimitri van den Berg esetleg megnyeri a világbajnokságot 100-as odds-ért. Hát annyi játékos lehet felsorolni, aki a kifog egy jó két hetet, jó napokat, vagy valakinek gyengébb formája van, aki esélyesebb valaki ellen az adott napon, bármi megtörténhet tényleg, és ezt nem csak azért mondjuk, hogy ide szögezzük önöket, hanem tényleg ezt beszéltük mi is 4 szem közt, 6 szem közt, 8 szem közt az egész évben, hogy ez egy nagyon jó kis világbajnokság lesz. Nekem ilyenkor, amikor ezt kérdezik, mindig az a klasszikus jelenet jut eszembe, ami a Dumb és Dumberbe volt, amikor ugye Jim Carrey-t alakította az egyik ökröt abban a filmben, és megkérdezi a csajtól, hogy mennyi esélye van, és akkor mondja a csaj, hogy egy összejöjjenek, és mondja, hogy egy a millióhoz. És ugye nagy örömében mondja, hogy akkor van esélyem. Tehát azért mondom, hogy itt ne, ilyet kérdezni, hogy kinek mennyi esélye van, hát annyi esélye van, aki, annak nincs esélye megnyerni a VB-t, aki nem jutott ide ki. Annak 100%, hogy nincs esélye, aki meg ide bejutott, annak nyilván valamennyi esélye van. Az arányok azok a kérdésesek. Én azt gondolom, hogy itt a mai napról gyakorlatilag egy ember van, akire azt mondom, hogy szerintem esélyes megnyerni a VB címet, az pedig Michael van Gerwen. Csak az a kérdés, hogy vajon az első napon túl tud-e jutni? Mert azért ez sosem könnyű elkezdeni egy VB-t, ezt nagyon sok VB címvédőtől halljuk, hogy azért elkezdeni első nap, még nincs meg az a feeling, nincs benne a bugi a lábakba, nagyon nem könnyű nyitó meccset játszani. Egyébként ugye ez más sportágra is jellemző, amikor a címvédőnek kell játszani, és nagyok az elvárások. És mindenki azt mondja, hogy hát azért nyitó meccs az sose szokott egy ilyen nagyon nagy színvonalú találkozó lenni. És ez, én azt gondolom, hogy itt is azért előfordulhat, bár azért van Gerwen pont az a kategória, aki mindig úgy megy fel a színpadra, hogy mindig mindent meg akarok nyerni. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül neki. Itt az első legben azért az elmondható, hogy szépen fej-fej mellett haladnak. És három nyert szettig megyünk, ezt még mondjuk el, és így van a játék megnyeréséhez pedig három leget kell megnyerni, tehát abban a pillanatban van vége a mérkőzésnek, amint valamelyik játékos neve mellett hármasra vált a szettek száma, ahhoz viszont legeket kell nyerni, és nézzük a dupla 20-at Burnessnél, hozzá a saját kezdését, 1-0-ra ő vezet a szetten belül. Annyit még azért mondjunk el, mert ez mindig felmerül szintén kérdésként, hogy itt az első és a második körös meccsek, ugye az utolsó meccs minden sessionben majd második körös meccs lesz. 177 közben Burnesstől. Nagyon nagy kezdés, igen. De nem az volt. Sőt, 137 lett, igen. 137. Akkor csak sima 20-as volt a második, igen. Nem látszódott. Rá is közelítettek nekünk, minthogyha benne lenne mind a kettő. Szóval itt mindig az első és a második szett után fogunk elmenni szünetre, utána már nem lesz szünet. Legalábbis az eddigi általunk ismert információk alapján. Belőle fej fel mellett a második legben Klaassen és Burness, ez csak egy 59-es. Ez a tripla nélküli kör viszont jó esélyt ad Burnessnek arra, hogy esetleg előnyt kovácsoljon magának hátsó pályáról. Egyelőre mind a kettő alatta, még kellene egy tripla, hogy kiszálló legyen. Az meg is van, 164 a maradék. Ugye vannak pénzdíjazások természetesen, és most már 9 nyilasnál úgy fizet 100 ezer fontot a dolog, hogyha egy ember 2-9 nyilas dob ezen a világbajnokságon. Hát azt hiszem, hogy örülnénk egynek is, bár én azt tippeltem, hogy kettő lesz összesen. Hopp, közben jó az első tripla, a második már nem. És itt a két úriembernek az összevetését tekintve eddig kétszer találkoztak pályafutások során. Most nincs kiszálló Klaassentől. Mind a kettőt Jelek Klaassen nyerte.
Legutoljára júliusban találkoztak egy Barnsley-ban rendezett Players Championship fordulón, 6-0-ra nyerte Klaassen, hát itt már nullázás nem lesz, sőt, nullázás lehet, hogy lesz, csak nem Burness lesz az elszenvedője. 2-0-ra vezet az északír, és ő kezdi a harmadik leget. Csak 59-el. A holland viszont triplával, sőt kettővel, 140. Rögtön itt az első körben tud egy pici előnyt kialakítani magának. Rosszul kezd Burness. És igen, nagy előnyre tehet szert most már Klaassen. Egy tripla jön, 97 a dobás értéke. Az jó, 140. Gyorsabb tempóban dob a holland, és most már ő van kiszálló méghozzá hátsó pályáról. 124 a maradék. Hát ez ugye Kevin Burness által kezdett szett, tehát még nincs nagy baj Klaassen szempontjából, de az biztos, hogy valamikor el kell vennie egy olyan szettet, amit Burness kezdett, és hozni kell a sajátját, ha nyerni akarja a meccset. Lekerekített 40-re. Hopp. Nem tudom, mit leszett a kamerát. Mi az, mi esetleg? Talán az a kis kör, ami a tábla körül van. Hát ez mi történt? 57. Nem tudom, valami leesett. Viszont hátsó pályáról szépített Klaassen. Nem jön a kiszálló. Dupla 5. Nincs benne, ráadásul páratlanra marad. Itt a lehetőség Burness előtt, hogy lezárja a szettet. 118-at kell megoldania. Jó a tripla, 20. Jó a 18-as és a dupla. Fölé dobja, nincs meg az első 100 pluszos kiszálló a VB-n. Az már megvan Klaassennek hátsó pályáról. A ügyel bajjal is, de végül megvan az első nyert lege. És ő kezd az egyenlítésért. Méghozzá triplával. Triplákkal. 180! Az első a világbajnokságon. És kint is van a kis 9-es egyből. Hoppá! Jön a válasz. 140. 96-2-es átlagon van jelle Klaassen. Burness pedig 90,74. Ez volt egyébként a 10.926. 180 a PDC világbajnokságok történetében. Vannak még egyébként megdöbbentő számok. Igen. Az kemény a sportsradarnak a kigyűjtött adatai, azok nagyon, nagyon impresszívek így látva őket, ezeket a számokat. A világbajnokság előtt 857.384 nyilat dobtak el a VB-ken. Na, hova tud lejönni Burness? Kiszállóra nem, ez 123 csak ára volt az elcsúszott tért. Klaassennél marad az elő. Visszahúzza a szettet Klaassen. Szektorhiba. Aztán javít. A korrigálás. Szép. 134, gyönyörű. És viszont magas a kiszállója. De viszont megvan, és a dupla. Szép. 88-ról két nyillal. 2-2, és akkor most dől el a dolog. Burness kezdhet. Az látszódott, hogy ha nem jönnek a triplák, akkor bünteti Klaassen, már pedig nincsen tripla, ez csak 60. Klaassennek van triplája csak az 5-ösben, meg a 19-esben is. A 92-vel kezdett. Nem igazán találja most a ritmusát Burness, aztán jön egy tripla a 20-asban. 100 pont. Wow! 134. A szimpla 20-as után dobott két tripla, 19-et Klaassen, ezzel pici előnye van még hátsó pályáról is.
amit rögtön a semmivé tüntethet el Burness, viszont a triplája után csak kettő szimpla jött. Most újra itt a lehetőség Klaassen előtt, hogy meglépjen, de nem használja ki. A Burness két triplával szépen lerakhatja magát, egy triplával is kiszállóra kerülhet. De ő se dob triplát. Ez egy fontos leg, nem mindegy, hogy melyikük. Ó, az meg rossz nyíl, de így most szép a korrigálás. 81 ponttal, 135-re megy le. Kicsit magas kiszálló, de megoldható. Nézzük Burness-t. Itt van az egyik tripla. 100 pont. Nézzük, 135. Bull. 25-ös lett meg, tripla 20. Ujj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 j
Ó, megdobja a búl, 16. Dupla 8 a szettért. Ott feldobja! 3-2-re Burness nyeri az első szettet, és ő vezet 1-0-ra. Innen folytatjuk.